try new symbols and drum sticks, for example a new drum kit. Ezek a felvételek a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában készültek. Az intézményben 20 éve van gimnáziumi oktatás, amely jelentősen hozzájárul az iskola eredményességéhez. Nemrég azonban felröppent a hír, miszerint a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ hivatalos határozatot küldött a Bánkinak, hogy nem indíthat többé gimnáziumi képzést. Az a például még egy másik nagyon fontos... A PM helyi szervezetet tiltakozásként sajtótájékoztatót tartott a tagintézet előtt. Az eseményen megjelent Erős Gábor, a Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja is. Egy érettségi, és aztán a továbbtanulás a főiskolán, egyetemen sokkal jobb esélyeket biztosít a munkaerőpiacon, abból a szempontból is, hogy könnyebben tud munkát találni az a fiatal, aki leérettségizett, és abból a szempontból is, hogy magasabb bérre számíthat. Tehát, hogyha a magyar gyerekeket, fiatalokat elzárjuk a továbbtanulástól, akkor azzal legalább két bűnt elkövetünk. Egy bűnt elkövetünk minden egyes fiatal ellen, akinek megakadályozzuk a felemelkedését, és egy bűnt a haza ellen, mert azok a fiatalok, jelentős részük legalábbis, akik szakmunkás képzőt végeznek csak, azok nem fognak tudni elhelyezkedni. A kormány nem döntött a gimnáziumi képzések leépítéséről. A PM sajtótájékoztatója után megkerestük Cserna Gábort is, hogy reagáljon a történtekre. A polgármester elmondta, a Bánkiban nem szűnik meg a gimnáziumi képzés. Nem tudom, hogy kínomba sírjak vagy nevesek. Hát a Klik az egy tankerület. A Klik arról küldhető utasítést, amiről a kormány döntött. A kormány nem, hogy nem döntött, nem is tárgyalt a kérdésről. Egyetlen dolog van az elmúlt hetekben napirenden, hogy a jövő évben a szakképzést a magyar kormány erősíteni szeretné. A Bánki az egy vegyes típusú iskola, van benne szakképzői folyam és van benne gimnáziumi képzés. Senki nem döntött, és senki nem mondta, hogy a Bánkiban a következő tanévtől megszűnik a gimnáziumi képzés. A kormányzati törvénytervezet célja a szakképzés népszerűsítése, nem pedig a gimnáziumi oktatás korlátozása. Mivel döntés nem született a képzési forma megszüntetéséről, a város első embere egyszerűen rémhírkeltésnek tartja a kialakult helyzetet. Mindemellett az érintettek demonstrációt szerveznek a hétvégére.